Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Nézőinknek azt mondjuk, hogy Fenyő Ágnes. Kapásból tudják. Tudják, ki az Fenyő Ágnes? Tudják, kik a gyerekei Fenyő Ágnesnak? Apropó, hol vannak a fiaid? New York. Nem, most még New York. New Yorkba vagy röpülnek éppen haza, mert holnap érnek haza. Mit csináltak New Yorkba? Vittek magukkal egy kiállítás anyagot és egy filmet a telekitéri kis zsinagóga életéből. És ha már beszéltünk a telekitérről, nem beszéltünk még a múlt és jövőről, aminek alapítója vagy vezetője, mozgatórugója. Van egy főszerkesztő is, de most nem arról beszélünk, hanem rólad és a könyvekről. 2014-nek hamarosan vége. Mi minden jelent meg? Gyakorlatilag, mert a főcíme az csak valami jópofa dolog, ez a szétszálazás és újra szövés, és ez azt fedi, hogy a múlt és jövő a nyugat, és a modern zsidó kultúra megteremtése. Ha már beszélünk Kőbányai Jánosról, a főszerkesztőről, hol csinálta meg a PhD-t? Jeruzsálemben. A Jeruzsálemi Héber Egyetemen? Aha, pontosan. Hát akkor ezúton is, innét is gratulálunk neki. A következő kérdés, 2015-re mit várhat az olvasó öntől, önöktől? Hát a folyóiratot, a múlt és jövő folyóiratot tovább folytatjuk, és továbbra is foglalkozunk azzal, hogy régi szerzőket adunk ki. Csolnoki Viktor például nem zsidó szerző, de nagyon sok könyvet írt a zsidóságról és zsidókról. Meg fogjuk jelentetni Vihar Bélának egy kötetét, aki költő volt, és előző életében, ifjúkorában zsidó tanító volt, a tanítóképzőben végzett és zsidó tanító volt, és nagyon nagy tudású, jó zsidó volt, aki költői vénákkal is megáldott, és a verseit ismerik leginkább. Egy katona megy a hóban című világháborúval kapcsolatos verses elbeszélését Sinkovics Imre vitte színpadra, és leginkább erről ismerték. Mi most egész más oldalát fogjuk bemutatni. Továbbra is folytatjuk a Szomori Dezső életműsorozatot, most a Habsburg drámák következnek, első világháborús regényeket adunk még ki, tavaly, illetve 14-ben kellett volna, de mivel sajnos a világháború az 4 évig tartott, úgyhogy ennek nem vesztettük el az aktualitását. Akkor most segítek. Jobbnál jobb könyveket adtak ki, és fognak kiadni. Kik a vevők? Vannak elegen? Az elég, az soha nincs. Vannak érdeklődők, és vannak vevőink, és leginkább őrájuk számíthatunk. Nagyon nehéz könyvet eladni, és ezt az egész könyvszakma pontosan tudja. Nagyon érzékenyen érint minket minden rezdülés, az Alexandra, a körülötte dúló problémák, ez mind minket is érint, mindent kicsiben. Nem tudok jósolni, hogy mi vár ránk. Akkor segítsünk! Ha jól tudom, egy különleges akcióra készül 2015-re, jutányosan elő lehet fizetni a múlt és jövőre. Hol, mikor és mennyiért? Hát még mindig 5000 forint az éves előfizetés. Az nem elég a posta költségre se? Hát szinte. Tehát tulajdonképpen csak a... Hol és mikor lehet előfizetni? Hogyan? Folyamatosan a múlt és jövő honlapján keresztül, a számlaszámunkra utalni, a postán keresztül, és meg lehet keresni bennünket e-mailben,
mindenkivel külön foglalkozom. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk áll, és várjuk a minél jobb híreiket. Viszontlátásra! Viszontlátásra!